Mindkét jogszabályt el kellene törölni ahhoz, hogy egy új fejezetet nyishassunk, és egy új jogszabályban pedig egyenlővé tenni a Szlovákiában használt nyelveket. Fogalmazzunk így, merészet, tököset mer húzni a magyar politika végre a felvidéken, ami azért megérdemli a figyelmet. Hát ha ez a korszakváltás, akkor ez díjazandó. Rövid ez az idő, de ez a helyzet most ezzel a nyelvtörvény tervezettel kapcsolatos helyzet megmutatja azt, hogy a kapcsolati tőkét el kell kezdeni építeni. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Nagyítót, a Ma7 Média Család heti közéleti magazin műsorát látják. Köszöntöm a stúdióban Somogyi Szilárd kollégám. Szervusz Zsolt! Én pedig Kolek Zsolt vagyok. Adódik az első témánk. Az elmúlt napokban elég nagy figyelmet váltott ki a kulturális tárca tervezete, ugyanis kiszivárgott, hogy szeretnék módosítani a nyelvtörvényt, az államnyelv védelméről szóló törvényt, hogy egész pontos legyek, mégpedig fölmerült, hogy több ponton szigorítják ezt a jogszabályt, ami amúgy is elég rossz emlékeket ébreszt a szlovákiai magyar közösségben. És hát el kell mondani, hogy éppen frissiben egy sajtótájékoztatót tartott a Magyar Szövetség, ahol mint egy huszárvágással, abból kiindulva, hogy egy ilyen helyzet van, akkor megnyílik egy társadalmi vita lehetősége, tehát itt az alkalom felvetni azt, hogy mi lenne a jó megoldás a magyar közösség számára. Hát ez nyilvánvalóan nem a szigorítása ennek a törvénynek, hanem éppen ellenkezőleg a nyelvek egyenjogúsítása, tehát a nyelvhasználat egyenjogúsításának elérése, kiharcolása Szlovákiában. Adódik azért a kérdés, és itt kezdjük a beszélgetésünket, hogy mi válthatta ki, hogy éppen most kezdeményezi ezt a módosítást az SNS-es vezetésű kulturális tárca? Hogy látod ezt? Hát ugye az első az az, hogy maga az SNS, a Szlovák Nemzeti Párt, ugye, tehát legnagyobb letéteményesének, fölhatalmazottjának gondolja magát arra, hogy bármiféle kulturális kérdésekben megnyilvánuljon a Kulturális Minisztériumon kívül is, és úgy gondolták, hogy szerintem hihető verzióként, hogy a szlovák nyelvbe uralkodó amerikanizmusok, anglicizmusoknak a kigyomlálására most valamiféle törvényi ernyőt, törvényi megoldást kell találni. Ez legalábbis ugye most egy kicsit talán gyorsan, septébe összetákolt magyarázata annak, hogy miért nyúlnak hozzá az államnyelvtörvényhöz. Van egy olyan előzetes információ, ami ennél azért többet árul el. Ja, igen, a törvénykezés folyamatnak az első lépése. Igen, és ott pedig azért úgy merült fel ez, hogy szigorítani szeretnének a szankciókon, amik az egyes vétkeket a nyelvhasználat tekintetében sújtják, és kiterjesztenék ezeket a szankciókat. Most már nem csak a jogi személyekre, hanem a természetes személyekre is. Tehát igazából ebben a tekintetben volna egy negatív elmozdulás, ha ez ebben a formájában valósulna meg. Szabadba vágok, bocsáss meg, csak épp ehhez illik. Épp a Magyar Hétbe dolgoztuk fel ezelőtt 2 évvel, igaz, hogy akkor még az előző kormányzat ideje alatt azokat a törvénysértéseket, amik a Kulturális Minisztériumtól 250 méteres, nem kilométeres, méteres körzetbe fordulnak elő. Mi 7-et számoltunk meg annak idején, tehát ezek különböző szuvenírüzletek, ilyen boltok, olyan boltok, ilyen feliratok, turistacsalogatok, amik csak angolul vannak, vagy esetleg maximum még szlovákul is kiírva, de nem minden esetben. Félreértés ne essék, tehát azt, hogy a globalizációnak a káros hatásait ki kell védeni, azt szerintem mi magyarok is érzékeljük, és hát a magyar nyelvvédő is pontosan érzékeli azt, hogy az angol nyelv jelenti a kihívást. Talán lehet, hogy nem pontosan fejeztem ki magam. Tehát, hogy a minisztérium szemét az nem szúrta, ami ott volt pár száz méteres környezetben. Nyilván, mert ugye elég szelektív módon alkalmazták. De az, hogy ugyanúgy a mi kiadónknak a billboardját, amin igen, ugye a magyar nyelv szerepelt, hogy azt mindjárt megfúrták, és nem is nálunk jelentkeztek, hanem annál az óriás plakát bérbeadó cégnél, akinek a felületére ez föl lett ragasztva, ez meg még azt is mutatja, hogy még gondolkodtak is rajta, hogyan lehetne ezt esetleg még szorosabban megoldani. Nem is erre reagáltam, hanem arra a megjegyzésedre, hogy az anglicizmusokkal szemben szeretne fellépni a kulturális minisztérium kommunikációját. Nagyon helyes, hogy itt tesz, csak közben azért el ne feledjük, hogy a 90-es meg a 2000-es évek évekből eléggé rossz érzéseink vannak a nyelvtörvény alkalmazását tekintve. Nyugodtan mondjuk ki, Zsolt, hogy az államnyelvtörvény egy elsősorban egy serdülő korba lévő nemzetnek, egy államiságának az egyik, mondjuk úgy, tégladarabja, ami ezt a falat tartja, és a nemzeti öntudatnak valamiféle látens, legislatív megerősítése. Ami sok szempontból az itt élő nemzeti közösségek, így a magyarság ellen irányul. Kitörődött akkor, amikor ezt írták. Világos, csak hát ugye azt reméljük, azt gondoljuk, hogy az idők változnak. Azt reméljük, hogy az idők változnak, ehhez képest pedig újra szembe találjuk magunkat egy ilyen törvénytervezettel, és azért... De hiszen még csak 20-valahány év múlt el. Ha már az ember úgy erről beszél, és akkor tegyük ezt is mérlegre, hogy az SNS eléggé nehéz politikai helyzetben manőverezte magát. Újra kell valami olyan téma, amivel szólni tud a választóihoz. Csak az a kérdés, hogy kifizetődő-e a 90-es évek régi reflexeit föléleszteni, mert mindenki csodálkozik, hogy mit akarnak. Hát én nem tudom, azért igény az SNS-en belül erre volna, tehát azért én szóra nem változott meg az egész párt. Az, hogy a párt vezetése részéről egy más kommunikációt hallhattunk az elmúlt időszakban, az nagyrészt annak volt köszönhető, hogy megvannak az érintkezési pontok azzal a politikával, amit a magyar kormánytól láthattunk az elmúlt időszakban. Tehát az a közös konzervatív gyakorlat, az Európai Unióról alkotott, jövőjéről alkotott vízió, ezekben van értékazonosság, meg érdekazonosság is, de hát nyilván, amikor nemzetállamról beszélünk, akkor itt van egy ütköző pont, hiszen mi ebben a nemzetállamban élünk nemzeti közösségként, és azért ezek a fogalmak még mindig nem kerültek a helyére, hogy Szlovákiában vajon az államnak van-e nyelve, vagy az itt lakó polgároknak. És talán még itt megér egy reflexiót az, ami történt a sajtótájékoztatón most néhány órával ezelőtt. Pontosan erre... Ez a Magyar Szövetség sajtótájékoztatója. Így van, tehát éppen erre végre már ők is szerveztek valamit, mert ugye már a SZSZ is, akkor kik még a Gyimesi György ugye szervezett sajtótájékoztatót. Folytasd, kérlek. Hát ugye nyilvánvalóan, ha már egy ilyen helyzet kialakul, hogy megszólal olyan is, akit már régen láttunk a politikában, vagy most úgy érzi, hogy szeretne megszólalni egy kérdésben, ami számára azért magyarázatra szóló sok szempontból. Gyimesi Györgyre gondolsz? Természetesen a párt is megteszi ezt a lépést. Annál is inkább, ha már egy ilyen helyzetbe kerülsz, hogy hát a közösséget valami veszélyezteti, akkor próbálj meg ebből kivágni magadat. Jó magyar szokás erre a huszárvágás, talán a kedves hallgatóink, nézőink is ismerik ezt a kifejezést, és ha már egy ilyen helyzet van, akkor éljünk azzal a lehetőséggel, gondolja a Magyar Szövetség, szerintem helyesen, hogy akkor egy új lapot nyissunk, és egy új szempontból közelítsük meg a nyelvhasználat kérdését. Ugyanis most jelenleg Szlovákiában a szabályozás szerint a nyelvhasználat, az államnyelvhasználat az kötelező, ellenben a kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetőséget ad arra, hogy a kisebbségek nyelvét használják. Mindkét jogszabályt el kellene törölni ahhoz, hogy egy új fejezetet nyishassunk, és egy új jogszabályban pedig egyenlővé tenni a Szlovákiában használt nyelveket. Nyilván azokban a térségekben, ahol nagy számban él az adott nemzeti közösség, így például a magyar közösség is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tényleg jó lépés, hogy abba az irányba tett lépés, hogy fogalmazzunk így, merészet, tököset mer húzni a magyar politika végre a Felvidéken, ami azért megérdemli a figyelmet. Hát ha ez a korszakváltás, akkor ez díjazandó. Most itt mondjuk azért a merészséget nem annyira látom, vagy legalábbis talán még nem véltem fölfedezni, hogy miben látod azt. Gyimesi György személyre még egy gondolat erejéig visszatérnék. Én úgy gondolom azt, hogy most ugye megszervezett egy saját privát találkozót a kulturális miniszterasszonnyal, és nem volt jelen más Magyar Szövetség tag. Ez szerintem azért egy visszautalás arra, hogy ugye Gyimesi György elmondása szerint megégette magát Forró Krisztiánnal, mint pártelnökkel, és talán egy kicsit most kihasználja a lehetőséget, és mutat egy villantást arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek abba, hogyha ővele valaki együttműködik. Tehát ugye azért lássuk be, hogy igaz, hogy még csak kevés idő telt el a tisztújítás óta a Magyar Szövetségbe, de az új elnök szlovák vonalon nem prezentálta magát, és úgy látom, őt se keresték. Nem tudom, esetleg ezen a mai találkozón szlovák sajtó, hogy jelen volt-e. Tehát mindenképpen a szlovák politikai térbe is kell valamiféle aktivitást tenni, ami kétségtelenül Gubik László aktív, hisz megnéztem a megválasztása óta, én 20-ig számoltam a különböző bejegyzéseket, tehát több mint egy naponta átlagba kijönnek ezek alól, de ezek mind, tehát nincs közöttük egyikbe se valamiféle szlovák reláció, tehát szlovák politikussal való találkozó, szlovák politikus jókívánsága, szlovák politikus meglátogatása. Még egyszer mondom, valóban rövid ez az idő, de ez a helyzet most ezzel a nyelvtörvény tervezettel kapcsolatos helyzet megmutatja azt, hogy a kapcsolati tőkét el kell kezdeni építeni, vagy ha van ilyen kapcsolati tőke, akkor elő kell venni a telefonotokat. Ketté választanám erre a reakciót. Az egyik az, hogy valóban, hogyha eredményeket akarunk elérni, akkor szövetségesekre van szükség. Szövetségesek fölépítése, vagy egy ilyen kapcsolatépítés az egy folyamat. Hát ezt nyilván el kell kezdeni, és építkezni kell ebben a kérdésben. A másik pedig az, hogy azért a Magyar Szövetség választói, azok mégiscsak a magyar közösségből kerülnek ki. Tehát az első és legfontosabb lépés, hogy azt a fajta, hát iránykereső, de nagyon diplomatikus vagyok, inkább hát semmit mondó politikát, ami zajlott az elmúlt időszakban, azt fel kell váltani határozott üzenetekkel. Ugyanis a közösség éppen úgy szólítható meg, hogyha olyan ügyekben, amelyek minket fenyegetnek, vagy akár fenyegethetnek, hiszen azért tényleg a 90-es évek és a 2000-es évek tapasztalatai azt mutatják, hogy itt nem elbábozták a velünk szembeni fellépést, hanem valóban megtörténtek ezek a dolgok, akkor azt hiszem, hogy erre reagálni kell. Ez a dolga, ez a képviselet alapja. Tehát ha valaki ezt nem teszi meg, mint politikus, akkor nem végzi a dolgát. Itt legalább előre mozdulást látunk, nyilván nem egyik napra a másikra történik itt valami csoda, amit korszakváltásnak hívunk, hanem történik. Ne akarjunk sokat jó irányba. Kevéssel is abszolút meg lehet elégedni, és én úgy látom, hogy kicsi lépés, de olyan értelemben egy lépés előre, ami most történt, hogy van egy kérdés, amiben van egy határozott álláspontja a Magyar Szövetségnek, tehát ne azt a kottát akarjuk írni, amit a szlovákok letesznek elénk, hanem játszunk a saját kottánkból, a mi kottánk pedig az, hogy a magyar nyelv az semmivel nem ér kevesebbet, mint a szlovák. Egyetértek, mondjuk egy ilyen intervenció, mint ami Gyimesi György részéről megtörtént a kulturális kormányzat irányába, ugye ez most egy pillanatra, vagy egy rövid időre föllebbent, ugye azt a mondjuk úgy egy kicsit helyzeti hátrányt, amivel az új Magyar Szövetség elnöke rendelkezik, hogy igazából ő a gyakorlati szempontból párton kívüli, tehát nem vett részt a párt életbe Szlovákiába, ezért most nem tudom, vannak-e a szlovákiai politikai életben így van, tehát hogy vannak-e kapcsolódási pontjai felelős pozícióba levő szlovák politikusok felé, akik irányába vagy akik segítségével akár egy érdekszövetséget és egy átmeneti, tehát egy egyszerű adhok érdekszövetséget alkotva el tud-e érni olyan eredményeket, hogy legalább jobban odafigyelnek arra, amit a Magyar Szövetségpárt és ezáltal a magyar kisebbség releváns része elérni szeretne. Szilárd, szerintem alapvetően kell a fókuszt áthelyezni a politikai gondolkodásunkban. Ugyanis tényleg szükség van szövetségesekre, de ezek a szövetségesek akkor vesznek minket komolyan, ami már ott vagyunk a parlamentben. Hát. Tehát alapvetően, Szilárd, azt gondolom, hogy most már tényleg azzal kellene foglalkozni, hogy az itt még meglévő kb. 8%-nyi magyar választóból megfelelő számút, ami nem sok, 5%, tehát a közösség bő kétharmadát kellene csatasorba állítani egy választáson, miközben mi itt már olyan állításokat fogalmazunk meg, hogy az etnikai politizálásnak vége van. Itt ajánlanám egyébként a kedves nézők figyelmébe a Ma7 Média Család Metszet című, mondjuk úgy politikai közéleti, ugye beszélgető műsorát, legfrissebb fölvétel, azért ugye tegnap 16-án, október 16-án történt, ezt mindenképpen a portálon nézzék meg, hasonló témába. Igen, annál is inkább, mert ellentétes világnézetű közéleti szereplőket ültettünk ezt gyasztalhoz ezúttal is. És ez azért is jó, mert ugye nagyon sokan például kritizálják a Ma7 Média Családot, hogy egyoldalú, vonalas. Miközben itt például, ugye legutóbb épp tegnap, egy ilyen helyzet van, amikor, hogy is mondjam, gondolati szabadságot 100%-osan biztosítva azoknak az a gondolatoknak, alapoknak, kiindulópontoknak is, amik nem okvetlenül fontos, hogy az arcillébe alapnak beletartoznak, hogy ezek is szabadon elhangozhatnak. Míg más sajtótermékeknél, ugye ezt azért nagyítóval lehetne keresni ilyen lehetőségeket. Hát így van, tehát épp a Ma7 Média Család kezdeményezi azt, hogy legyen egy párbeszéd, mert hát azt is tudjuk, azt is érezzük, hogy a párbeszéd olyan szükséges, hogy enélkül nem működhet az a fajta korszakváltás, amit szeretnénk. És mindjárt ez egy jobb a hangulat is, nem? Tegnap is azért ugye jó reménykedő hangulat, egy olyan beszélgetés, amiben ugyan ütköznek az érvek, és ez a fontos, hogy az érvek ütközzenek, ne az indulatok. Mert meg hát hogy normális közegbe ütközzenek. Ezt a közeget biztosítjuk hozzá, de kellenek hozzá azok is, akik így szólalnak meg. De talán még varjunk el egy szálat, amit felvetettél. Tehát félreértés ne essék, Gyimesi Györgynek is megvan a szerepe abban a folyamatban, amit említettél. Tehát kapcsolatokra, kapcsolati tőkére szükség van ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Hát ugye nyilvánvalóan ő rendelkezik ilyen kapcsolatokkal, meg kell azt a közös utat találni, amikor ez mindenkinek az üdvére szolgál, tehát a magyar közösség érdekében lehet ezt a kapcsolatépítést felhasználni. Ugye a politika az mindig valahol a bölcsesség kérdése. Azt kell mondanom neked, Szilárd, és mivel az időnk véges, ezért talán már rövidre zárjuk, de erre talán még reflektálj kérjek, hogy az elmúlt időszakban ebből a bölcsességből volt talán kevesebb, mint szükséges lett volna. Hát mindenki részéről az a bölcsesség szükségeltetik most, hogy ezek az utak, amik most azért úgy néz ki, hogy különböző irányba indulnak, valahol azért mégiscsak egy irányba vezessenek, legalább a célokat és a végeredményt tekintve. Ugyanis a Magyar Szövetségnek is, meg a magyar közösségnek is partnerekre van szüksége, minden módon meg kell találni azt, hogy kire lehet számítani, és kire nem. Az együttműködés az közös bizalom kérdése valahol, tehát én bízom abban, hogy ezek az utak azok egy irányba fognak majd menni. Ha nem jók az eredmények, akkor mindig megkérdőjeleződik a bölcsesség. Ha jók az eredmények, senkinek nem jut eszébe a bölcsességet kutatni vagy számon kérni. Most például ebbe a konkrét esetben majd a bölcsesség megmutatkozik egy jelentős kérdésbe. Vajon a találkozó után Gubik László és Gyimesi György fognak-e találkozni? Megbeszélik-e a közös stratégiát, a közös föllépést? Esetleg valaki bekerítéses támadással, valaki egyenes szabadrúgással próbálkozik. Valamiféleképpen egy nagy előrehaladást kell lépni, és ezt megfelelő módon a választók felé is, illetve a többségi nemzet felé is kommunikálni. Abban szerintem megegyezhetünk, hogy a zenekarra szükség lesz, tehát mindenkinek meg kell találni a helyét ebben a zenekarban, ki a vonót fogja, ki a karmester, és hát ehhez reménykedünk, hogy minden jó lesz majd a következő időszakban. Köszönjük. És vonzó repertoárra. Igen, és ebben nyilván az újságíróknak is megvan a maga feladata, hogy hazabeszéljünk. Kedves nézők türelmét köszönjük, én pedig Somogyi Szilárd értő hozzászólásait köszönöm. Én pedig neked köszönöm. Kolek Zsolt voltam, viszonthallásra, viszontlátásra. Viszontlátásra.